Hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Ezzel a résszel indítom a márciusi második rész, miket ettem videóját. Ma március 16, szombat van, és a mai reggeli egy Mekis csibeburger, mert hogy tegnap egyébként több mindent is vettünk, amit az előző részben bezárólag láthattatok. Úgyhogy ezzel indítom ezt a napot, illetve mutatom majd az ebédet. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a részben is. Ebédre pedig sertéspörköltöt készítettem, 1 kg húsból, ami elé készítettem még egy kis zöldséglevest, illetve főtt krumplit. A zöldséglevesben csigatészta volt és mirelit zöldségek. És vacsorára már kell a pizza tésztám, egyébként ebben a részben 3 pizza is lesz, 3 pizza sütés, mert nagyon-nagyon szeretjük. A gyerekek spagettivel ették a pörköltöt, én pedig főtt krumplival, amihez noszlopi savanyúságot ettem. Itt pedig már kora este van, készülődök pizzát sütni, szokásosan a kis piros pizzasütőmbe, amit az Alzától kaptam ajándékba. Többféle pizza készült, szalámi is, volt, amin volt paradicsom, volt, amin nem volt, szokásos mutti paradicsom szósz került alá, illetve friss bazsalikom a tetejére, valamint addis, mozzarella és hát szalámi, úgy látom, elég sok szalámi is készült, nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon finom volt. Vasárnap reggel, pizza a reggelink, mert még múlt tegnapról, illetve csináltam egy kis megylevest, valamint ettünk még a tegnapi pörköltből, a gyerekek tésztával, mi pedig krumplival és savanyúsággal, majd délután elmentünk bevásárolni a Decathlonba és az Oceanbe, ezt már láttátok, hazafele pedig mutatom nektek, tettünk egy kis kitérőt az Aksi gyár közelébe, és hoztunk haza vacsorára Mekit, párom Big Mac-et, meg valami menüt salátával, én a szokásos két sajtburger, egy csibeburger, sült krumpli Vivikének Happy Meal menü, mivel Marci abszolút nem szereti a Mekis kaját, neki hoztunk egy girosztálat az Oceanből, úgyhogy ezt tettük vacsorára. Jó reggelt, sziasztok! Ma madár lett a zsömle, beraktam az airfryerbe, megpirítottam, egy kis zöldség, és egy kis tegnapi meg kis kóla, úgyhogy ez a mai reggelim, ebéd a tegnapi, majd mutatom, mert maradt megyleves is, meg még egy csomó tésztapöri is. Vasárnapi maradékok lesznek, illetve van még itt szombat is, megyleves, ezt most megmikróztam, ki is volt. Van még krumplipüré, van még ez a pici pörkölt, van még ez a kis tavaszias hús, van még tészta, úgyhogy ezeket eszem, mert mondom, itt a sok maradék, úgyhogy ma nem főzök. Na, közben rájöttem, hogy ezt nem fogok enni, igaz, hogy megmikróztam, mert hogy ez 4 napos, úgyhogy ez megy a cicáknak, úgyhogy marad a tegnapi pörkölt, minimális tészta. És tegnap vettünk az Oceanben ilyen noszlopi, hát ilyen fokhagymát, ezt megbontom, és ez lesz a köret. És akkor mindjárt megkóstolom ezt a kis fokhagymát. Hú, ez isteni.
Én vacsorára azt tettem, amit találtam, volt még ilyen perec a pékségből, vágtam fel zöldségeket, csináltam egy ilyen kis salátaöntetet, ittam egy pohár teát, szalámi, raktam oda majonézt, ketchupot, úgyhogy ez ilyen kis vegyes bazár volt, ja, meg volt pirítva a perec. Reggel, sziasztok a mai reggelim! Egy tojás, kettő zalai, jól lesütve, kovászos kenyér, uborka, tea, ebédre pedig majd jövök vissza, mert ma főzni kell. Mondjad! Satyi! Bemondok a cicák, melegszenek, ugye szívem? Ebédre pedig csináltam egy mini adag rakott krumplit. Sziasztok mindenkinek! Ma kedd van, március 19, és az van, hogy videót vágtam a miket ettem el. Ilyenkor mindig megéhezek, most már enni is fogok úgy, ahogy megsült, pedig 11:30 van. Bontottam egy kis noszlopi savanyúságot, ebből szedek ide, és rakott krumpli készült, ahogy láthattátok, nagyon minimális adag. Tetejére meg azért ment paradicsom, mert mondom, miért is ne, dísznek, ez a mai ebédem. Kiszedem és mutatom. Én a rétegek közé szoktam rakni tejfölt, de van, mikor natúrjoghurtot rakok. Ezt a családban ki szereti. Talán mi Vike, őt sem mondom biztosra. Párom nagy ritkán megeszi, de nem a kedvence. Úgyhogy ilyenkor tudok csak enni, amikor nem hétvége van. Erre még aki akar rakhat tejfölt, én most kihagyom. Most nem fogok kóstolást tartani, mert ez tényleg annyira egyszerű kaja, hogy szerintem nem lehet elrontani. Vacsorára kóba vettem kifliket, és abba próbáltam belegyömöszölni a vieslit, mert ez ugye nem hot dog kifli, úgyhogy ez volt a vacsink. És estére már megvettem a holnapi reggelinket, ugyanis korán kellett kelnünk. 6:30 indultunk Debrecenbe, úgyhogy az úton ettünk fornettit. Én csirkehúsost, Marci pedig girellát. Sziasztok! Ma 20-a van, Wednesday 20-a, és hoztunk egy giroszt Marcival, ezt fogjuk ketten enni. Ma vizsgálaton voltunk Debrecenben, úgyhogy nem főztem, ma nincs suliba. Giroszt zöldséggel, Ezersziget öntettel, sajt nélkül, 2900 forint volt itt a faluban. Már délután éreztem, hogy éhes vagyok, nem laktam jól a girosszal, úgyhogy hát ritka, de uzsonnáztam egy ilyen kiflis szendvicset, és ugyanezt ettem vacsorára is, csak kicsivel többet. Szép jó reggelt, sziasztok mindenkinek! Ma március 21 csütörtök van, a mai reggelim a mencs meg csomagból egy sajtos sonkás croissant és egy kis tea. Ma nem fogok főzni, ma vásárolni megyek, bevásárolni, meg más dolgom is lesz, úgyhogy ma a Lidlben fogok venni valamit ebédre, illetve a vendégségbe vásárolok, ami hétvégén lesz nálunk, mert hogy hétvégén vendégség lesz. Nagy főzés, nagyon nagy főzés, takarítás is lesz, úgyhogy ma az én kis saját ebédem főzését elnapolom, mert nem fogok. Na, így már teljes a kép, mert natúrjoghurtot eszek hozzá, úgyhogy jó étvágyat. Sziasztok! Ma, ahogy mondtam nektek, vásárolni voltam, közben veszem fel a vásárlós videót, de megéheztem. A mai ebédem pedig a Lidlből egy penne bolognéze, penne tésztás bolognai, amit csak mikrózni kell. 1000 forint körül volt, úgyhogy ez a mai ebédem. Na, itt is vagyok a Lidlös pennével, hatalmas adag, úgyhogy egyelőre ennyit szedtem ki. Van még itt benne, majd meglátom, ez a mai ebéd. Nem veszek föl kóstolást, mert nagyon éhes vagyok. A bolonya is penne nagyon ízlett, megettem az egészet, vacsorára pedig hideg felvágottak voltak. Volt ez a nagy májas, ez nagyon-nagyon finom, teli van ilyen pici pirított májdarabokkal, úgyhogy én ezt kóstoltam meg. Jó reggel, sziasztok! Nagyon korán van még. Ezen a napon egyszer ettem, 6:45-kor, és majd később mutatom, mert 8-kor is reggeliztem még egyszer.
Jó reggelt és sziasztok mindenkinek! Reggel nagyon-nagyon korán keltem, 5-kor, arra keltem, hogy éhes vagyok, 6-ig vergődtem, nem tudtam visszaaludni, úgyhogy 6:45-kor jobbnak láttam, hogy most már akkor reggelizek. Viszont most meg már 4:09 van és hát éhes vagyok, úgyhogy egyébként is ma ez lett volna a reggelim, egy betyár pogácsa. Miért betyár? Mert tepertős, tegnap vettem a Lidőbe, úgyhogy ez a második reggelim, de vegyük inkább 10 órainak. Ma egész nap takarítani fogok, és már raktam fel főni dolgokat, holnap a vendégségre a salátának valót. Úgyhogy hát ma még magamnak is főzök, fürdőszobát takarítok, tegnap délután már elkezdtem a konyhát, úgyhogy ennyi. És még ebédet is főznöm kell, ami nem tudom, hogy mi lesz, de majd jövök vissza. A szombati ebédnél a leves az húsleves lesz. Kész, te is? Baba. Úgyhogy rakom is felfőni. Ha itt is vagyok, nézzük meg, hogy hogy áll a húsleves. Na, itt is vagyok, szóval a húslevest most le fogom szűrni, és lehűtöm, be fogom rakni a hűtőbe, és holnap frissen főzök bele tésztát, viszont evédem nincs, közben jött egy temus csomagom, úgyhogy azt fogom felvenni, és holnapra a francia salátához kész a zöldség, amihez majd csinálok mártást, egész délelőtt takarítottam, szép rend van, tisztaság van mindenhol, porszívóztam, felmostam a követ, kitakarítottam a budit, a WC-t, a fürdőszobát, mindent, úgyhogy holnap jöhetnek a vendégek, most pedig videót veszek föl, egy Temus Haul videót, úgyhogy nem tudom, mit fogok ebédelni, de az is lehet, hogy csak egy szendvicset. Na, itt is vagyok, leszűrtem a levest, jó kis tyúkhúsleves lesz zöldséggel, holnap pedig főzöm bele a tésztát. Na hát a mai ebédet nem vittem túlzásba, egy kis csirke mellett lepirítottam hagymás, sóbors, paprika, bele a tarhonyát és megfőztem, közben Temus videót veszek föl, úgyhogy 1:30 van már, de hát muszáj voltam valamit főzni. Úgyhogy most nem kóstolunk, csak megmutatom nektek. Szóval igen, tehát tarhonyás hús készült végül is. Van benne egy kis paradicsom is, ott van még a fele, majd aki akarja este megeszi, és akkor eszek hozzá egy kis noszlopi savanyút. Előbb csirke mellett szendvicset gondoltam, de ez jobb lesz, jó étvágyat, majd jövök vissza a vacsival. Vacsorára a párom hozott hamburgereket az Aldiból, azt felturbóztuk és sütöttünk hozzá egy kis sült krumplit. Reggelire a szokásos nagy májas tettem uborkával. A gyors reggeli után összegyúrok egy kis pogácsát, ami túrós pogácsa, videó alatt megtaláljátok a teljes receptet, többször elkészítettem már, aztán természetesen beraktam sülni a combokat, egy ilyen paprikás tojás keverékkel kenem le ezeket a pogácsákat, és hát felraktam ugye főni a húslevest, ami már meg volt főve, pontosabban tésztát főztem bele, csigatésztát, és akkor várjuk a vendégeket, és közben elkészítettem ebből a stagioni lisztből, az olasz lisztből estére a pizzát, sülnek a pipicombok. Sziasztok mindenkinek, elérkezett a vendégség napja, nagyon piros a fejem, mert rohadt meleg van a konyhába. 11 óra és kész vagyok mindennel, húsleves csigatésztával, belefűtt zöldségekkel és hússal. Akkor a második lesz csirkecomb, 17 csirkecombot sütök, csak sóban rajta. Lesz még hozzá fűszeres tejkrumpli, sült krumpli és francia saláta. Sütöttem egy sajtos pogácsát, a desszertet nem én csináltam, az tiramisu lesz, lesz hozzá tejszínhab a Lidőből, és estére pedig már begyújtam a nápolyi pizzát, amit most 5 stagioni liszttel csinálok. Amit nem így kell ejteni, biztos, na mindegy, úgyhogy jövök szép sorban a fotókkal. Ja, a pogácsa túrós pogácsa, pár éve készítettem már, nagyon egyszerű, egy óráig volt hűtőbe, aztán szaggatás és sütés, sütőporra készült, 250 g túró, 250 g margarin, és 250 g liszt, egy tojás, só, a tetejére pedig felvert tojás, fűszerpaprikával, és utána mehet rá a sajt, na, jövök a fotókkal. Sajnos a vendégség alatt olyan sok fotót nem tudtam készíteni, ez lesz a, ugye a második a csirkecomb, amit egy tányérre raktam. Itt van ugye a húsleves, a pogácsa, a zöldségek és a főtt hús, én imádom a lábat, úgyhogy én mindig szoktam belerakni az én levesembe. Aztán itt van a francia saláta, a steak krumpli, a sült krumpli, a többféle savanyúság, és a gyerekeknek pedig sima mirelit krumpli volt, úgyhogy ez is nagyon ízlett a vendégeknek. A tiramisu 1500 forintba került,
A gyerekeknek abszolút nem ízlett, a felnőtteknek ízlett, úgyhogy így emiatt többet nem fogok venni, mert nem fogyott el még napok után sem, úgyhogy sajnos a végét azt majd pár nappal később ki kellett dobni. Úgyhogy ez volt, aztán itt van a pizza, ami megmondom őszintén baromira túlkelt. Közben itt ittam ezt a kis olasz drinket, és annyira meleg volt már addigra a konyhába, hogy nagyon nehéz volt dolgozni a tésztával. Volt tejfölös alapú, látjátok, az ki is szakadt a közepe, volt amilyen szalám is paradicsomos volt, hát többféle pizza volt, amit én sütöttem, volt, amit más sütött, úgyhogy ilyen látványkonyha volt. Visszatérve, nem vagyok elragadtatva ettől az olasz lisztől, tehát nem érzem azt, hogy ez annyival jobb lenne, mint a nagy titka, úgyhogy többet ezt a fajtát, ezt a kék fajtát nem is veszek, úgyhogy 5 pizza készült, hogyha jól emlékszem. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok, késői reggeli. 8 óra 26, hát eddig sem szoktunk aludni, tegnap jól sikerült a vendégség, maradt még egy kis húsleves nekünk, illetve küldtem a vendégeknek csirkecombot, köretet, francia salátát, pogácsát, sütiből is maradt egy nagyon kevés, pogácsa is van még, illetve maradt egy pizza, ez a reggelink, ma nem főzök, ugyanazokat tesszük, amit tegnap, annyi, hogy egy kis köretet csinálok hozzá. Ugye ettük a maradékokat, a húslevest, a sült csirkét, és nekünk francia saláta volt, csak én nem is csináltam köretet, a gyerekeknek sütöttem krumplit, este pedig még ettük, amit találtunk, pizzát, felvágottat, pogácsát, francia salátát, szóval igazából maradékokat, ahogy láthatjátok, én kolbászt tettem, meg hát pogácsát. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Fogkrémes itt a pulcsim, csinálom a reggelit, tusztkenyér, mindkét oldala megkenve, volt még fokhagymás tejföl a hétvégi pizzáról, és rakok bele még egy füstölt császárszalonnát, sőt, képzeljétek el, még egy kis húsleves is maradt, kb. Másfél deci, úgyhogy azt ma megeszem még a maradék zöldségekkel és húsival, és egy darab csirkecomb is maradt, azt kisre találtam a vendégeknek, mert az nem tudtam szépen kiszedni, úgyhogy azt félre raktam, ilyen kis cafatos. Úgyhogy azt fogom ma enni, szerintem sütök hozzá krumplit vagy rizst, és akkor egy kis salátával, úgyhogy ma nem főzök. Itt van a békönös szendvics. Jaj, sajtot elfelejtettem. Azt még rakok. Hol a sajt? Van, de nem találom, mindegy, megy az összenyomiba. És azt akartam mondani, hogy már csak 3 nap, és kezdődik a tavaszi szünet. Várom is, meg nem is. Várom is, mert nem kell korán kelni. De nem is várom, mert na hát tudjátok, fárasztó szokott lenni, nem mennek sehova a gyerekek, szóval 10 napig le kell foglalni őket. Persze úgy megint más lenne a tavaszi szünet, hogyha mennénk valahova, hogyha egész hétvégén beleszeznék, hát akkor persze, hogy én is várnám, de hát nem erről van szó. Ugye végig itthon lesznek, végig velem lesznek, úgyhogy nekem végig főznöm kell, és lefoglalni őket, úgyhogy igen, egy szemébe ez így fárasztó, úgyhogy ez van, sül a meleg szendvics, és ha kész, akkor mutatom nektek, aztán majd jövök az ebédfotókkal. El is készült, és hát a lényegről elfeledkeztem, szóval azért jelentkeztem ma be, hogy elmondjam, hogy hál' Istennek tegnap, vasárnap, azért 8 órán át videót vágtam, úgyhogy ma előre dolgoztam. Készült, én most egy kis savanyúságot eszek hozzá, mert nem akartam zöldséget, és egy kis Coca-Cola, mert még maradt a hétvégi buliról. Maradék húsleves, hétfő, és majd jövök a másodikkal. Igaz, hogy 3 napos, de kicsi van, ezt már nem borítom ki, úgyhogy megeszem. Maradék egy csirkecomb felszaggatva, megy hozzá maradék fokhagymás, tejföl, saláta és egy minimális rizs, mert nem volt több itthon, mutatom. El is készült maradékokból, illetve megbontott dolgokból, jó étvágyat! Na, ezt már meg se bírtam enni, viszont később eszek egy kis tiramisut, ami megmaradt hétvégéről. Na, ennyi maradt még a tiramisuból, hát ennek most megeszem a felét. És amint látjátok, ami a dobozban maradt, az sajnos kidobásra került, mert már utána senki nem kérte. Estére egy ilyen félig sonkás, félig szalámis szendvicset ettem, egy kis kólát ittam hozzá, ami még maradt a vendégségről.
Jó reggelt, sziasztok! Ma egész délelőtt úton leszek, illetve hát rendbe vágom magam is utána. Megyek a Pékségbe, a Tescóba, a Henteshez, a Lottózóba, a Lidlbe, a Full Discountba, úgyhogy a reggelim ez lesz. Egy kiflis angol szalonnás szendvics zöldségekkel, és még lehet, hogy még a Rossmannba is beugrok, almelé. Ebédre tudja, hogy hamburger lesz, amit venni fogok a Pékségbe, úgyhogy majd jövök vissza az ebéddel. Sziasztok mindenkinek! Épp, hogy hazaérkeztem, vásárlásról dél van, ebédelni fogok. A mai ebédem hamburger az Albán Pékségből, 800 forint kompletten, zöldséggel, hússal, pucival, mindennel. Reszelek bele egy kis sajtot, aztán leállok videózni, mert hogy várnak a cuccok, amiket vettem húsvétra. Azt már láttátok a bevásárlós videóban, úgyhogy jövök a hamburgerrel. Na, itt is van a hamburger, megmutatom nektek. Nagyon-nagyon jól néz ki, és akkor rakok bele egy kis sajtot. Üdítőként pedig egy ilyen erdei gyümölcsös ízesítésű vitaminitalt iszok, ezt kaptuk. Senkinek nem kell, nosza ez pont jó lesz, úgyis szomjas vagyok, úgyhogy ennyi a mai ebéd. Estére csináltam egy kis oliva bogyós salátát, illetve ott volt még a kenyérlángos, amit ugye az Aldiban muncsoltam, vagy hát ez a mencs megcsomag igazából, és ezt ettük vacsorára. Itt pedig már mutatom a gyors bekapós reggelimet. Hát sziasztok mindenkinek, ma még be se jelentkeztem. Reggel nagyon korán reggeliztünk, mert hogy képzeljétek el, ma rollerrel mentünk az oviba, vagyis én gyalog, Vivike pedig a rollerrel. Egyébként ma 27-e van, úgyhogy már csak napok kérdés, és lezárom ezt a miket ettem részt. Ma van az utolsó szünet előtti nap, amikor még nincsenek itthon a gyerekek. Hát a mai ebéd az szerintem zacskós leves lesz és paradicsomos tészta. Maradjunk annyiba, hogy nincs kedvem most főzni, és tudom, hogy mi vár rám az elkövetkezendő napokban, úgyhogy holnaptól nagy főzések lesznek, itthon lesznek a gyerekek. Úgyhogy ez van, ma még megcsináltam az összes videót, amit ki akarok rakni tavaszi szünetre, egy hosszú videót, illetve a temusokat. Úgyhogy ennyi, jövök vissza az ebédfotókkal. Szóval ez a mai ebéd, Aldis csirkekrémleves, 2 deciliter víz, és paradicsomos tészta lesz a második, de már úgy, hogy főzök estére tésztát, hiszen a gyerekeknek bolonyai készül ma, nekünk pedig darált húsos tortilla, de majd jövök vissza nyilván este a fotókkal. Szóval előállt a mai ebéd, hétvégéről megmaradt mutti paradicsom szósz, pici fokhagymán megcsináltam, hozzá a főtt tészta, van már róla videóm, és találtam itthon egy ilyen Swiss Laboratory Cactus Flowered vitaminos drinket, találtam itthon egy ilyen vitaminos kaktusz drinket, úgyhogy ezt meg fogom inni, a sajt ráolvad, és ja igen, kolbász is került bele, egy jó kis 5 centis kolbász, kiadósabb legyen, úgyhogy jó étvágyat! Estére bolonyait készítettem a gyerekeknek vacsorára tésztával, nekünk pedig egy ilyen lepirított sertés, darált hús, és akkor ilyen nagyon fűszeresen, barbecue-san, mindenesen volt. Ez a Marcinak a bolonyaia, és a mi darált húsunkat fogjuk betölteni ebbe a mexikói tortillába, ami egyébként kukoricalisztba készül, szóval tényleg azért mexikói, nem csíp, mert én azt hittem, és akkor ebbe raktunk mindent, tehát raktunk bele ezt a cheddar utánzatot, meg zöldségeket, csináltam egy ilyen fokhagymás, ilyen kapros öntetet, és ez ön bele, úgyhogy én ebből 2 ilyet is megettem, nagyon-nagyon finom volt. Sziasztok mindenkinek, jó reggelt a tavaszi szünet első napján, a mai reggelin pirítós kenyér mama házi eperdekfájával és tej. Jövök majd vissza az ebéddel. Reggel 8:30 múlt, ma jönnek hozzánk játszani, a mai ebéd pedig van még a gyerekeknek tegnapról bolonyai, ahhoz főzök frissen tésztát, aztán hűl a tejbegríz, lesz hamis túrógombóc, a leveszöltség csomagból ugye volt karaláb és zeller, ezt a két összetevőt kivettem, és egy ilyen vegyes krémleves lesz levesgyöngyel, úgyhogy majd később jövök vissza az ebéddel. Itt is vagyok a mai ebéddel, ahogy mondtam, vegyes krémleves, túrógombóc, 1/4 kg túró, és kb. 3 dl tejbegríz,
tészta frissen, tegnapról maradt bolonyai sajt, úgyhogy mindenki azt teszik, amit választ. Szóval én is ettem ebből a Zeller karalábi levesből vegyesen, Marci bolonyait kért, Vivike pedig túrógombócot, én pedig, amit még találtam, egy kis bolonyait, azt tettem meg egy kis reszelt sajttal. A gyerekek vacsorára túrógombócot ettek, mi pedig az is meleg szendvicskrémet, amire került uborka és sajt, és az airfryerben sütöttem be, közben készítettem egy tésztasalátát, kukorica, lilahagyma, uborka, parizer, mustár, majonéz, tejfő, só, bors, petrezselyem, ment a hűtőbe, másnap fogjuk enni, itt vannak a kész meleg szendvicsek, amikre került ketchup, mustár és majonéz. Jó reggelt, sziasztok, ma nagy péntek van. Én már fel is raktam főni a húsvéti tarját, 1,2 kg egy kis fokhagymával, hagymával és babérlevéllel. Kerek egy ilyen meleg szendvicset, amit tegnap este is ettünk, de most csak megmikrózom sajttal. Ez a meleg szendvicskrém egyébként hamburgeres ízesítésű, és tényleg nagyon finom volt. Ma nagy péntek van, ami azt jelenti, hogy nagy főzés is van. Reggel óta a konyhába állok, pedig pont ma van az a nap, amikor úgy nincs is kedvem, mert női gondjaim vannak, mindegy. Párom dolgozik, volt lehetősége bemenni többszörös pénzért, úgyhogy ő ma nincs itthon velünk, de majd délután érkezik. Én pedig belevetettem magam a nagy főzésbe. Legelőször is a tarját, ugye a húsvéti sonkákat, ami 1,2 kilós félnyocskó felraktam főni. Most kapcsoltam le, 11:42 van. Annak a levéből szedtem ki és leszűrtem, amiből készítettem egy babfőzeléket, illetve csirkemellből készítettem sertéspörköltöt, és ha már így belevetettem magam a főzésbe, akkor gondoltam, hogy felrakok két tojást is főni, ugye majd a sonkához. Egyébként a sonkát így ki kell hűteni a levébe, hogy ne legyen rágós, úgyhogy ezt majd este fogjuk enni a sonkát, és ha már volt egy kis maradék kukoricakonzerve, akkor készítettem még egy kis kukoricasalátát, lilahagymával, majonézzel, tejföllel, ilyen mustárosan, cukrosan, borsosan és egy pici citromlével. És mit készítettem még? Ja, tegnap még készült ugye tésztasaláta, úgyhogy az lesz este, lesz a sonka, tésztasaláta, főtt tojás, kukoricasaláta. Most ebédre van még a gyerekeknek zellerkrémleves, a második pedig ugye pörkölt lesz, Marcinak főztem tésztát, magunknak babfőzelék hozzá, úgyhogy szerintem semmit nem hagytam ki, úgyhogy jövök vissza majd szép sorban a fotókkal. Akkor mutatom is, pörkölt csirkemellből fő a sonka, itt pedig a bableves fogom főzni, ami nem bableves, hanem babfőzelék, úgyhogy mindenki más tevet, Marci pörköltött, Vivike is végül azt tevet, mert ez a bab, ez nagyon-nagyon csípős volt, pedig hiába leszűrtem, átmostam, hát sajnos ez ilyen kiszámíthatatlan. Egyébként mi nem tartjuk a húsvétot, tehát hozzánk nem jön locsoló, a két fiú meglocsol minket, és ennyi, úgyhogy vendégek se szoktak jönni, úgyhogy nem is szoktam olyan nagy dolgot csinálni ebből az egészből. Kalácsot nem eszi senki, úgyhogy nem is sütöttem, és nem is vettem. Itt volt a babfőzelék, pörköltel, egy jó nagy tányérra bevágtam, de elég is volt. Itt pedig a sonka, ami elég sokáig főtt, jó, puha, finom volt, de két nap után nagyon meguntuk, főleg úgy, hogy a gyerekek se nagyon ették, sőt, meg se kóstolták. Főtt tojás, kukoricasaláta, a tegnap elkészített tésztasaláta, ezeket ettük vacsorára. Mivel a gyerekek ugye nem szeretik, ők pörköltöt ettek tésztával. Másnap reggel megint sonka volt, még mindig tojás, tésztasaláta és kukoricasaláta, de hát látjátok, még ott van a rengeteg. Savanyú krumplileves a sonka nevéből készült, illetve még mindig húsvéti sonka. Hát most napokig ez lesz, ugye, a gyerekek nem eszik, csak én meg párom, úgyhogy ez a leves. Aztán jövök vissza a másodikkal, nem tudom miért ilyen kis hóka, pedig nem. És hát képzeljétek el, kóstolom a nevest, nem olyan ízű, mint szokott lenni, mert elfelejtettem belerakni ecetet meg cukrot, szóval ez ilyen sonkalében főtt krumplileves, sós püstölt ízvilág, nem az, amit én szoktam, mindegy, már most
Kiszedtem, úgyhogy így eszem, nem rossz így sem, de jobb szeretem ecetem cukrosan. Na, a második a tegnapi pörkölt, még este is ettek belőle a gyerekek, még nekem is maradt egy kicsi. Úgyhogy ennyi, a többiek nincsenek itthon, se párom, se a két gyerek, programozni vannak, úgyhogy ma ez az ebéd. Na, úgy látszik csak a szemem kívánta, megmaradt, úgyhogy megy a Ciláknak. Ezek 1,2 kiló sonkát, mert hogy a fele se fogyott el szerintem. De itt tortiába beleraktuk, hogy hát ha úgy jobban fogyna, sajt, csináltunk öntetet és egy kis zöldséget. Úgyhogy ez volt az aznapi vacsoránk, amihez sütöttem egy kis krumplit. De hogy két nap alatt nem sikerült megenni kettő főtt tojás, ebből is látszik, hogy senki nem eszi rajtam kívül, úgyhogy reggel kipakoltam mindent, ami volt, volt itt bejgli is, senkinek nem kellett, beraktam őket a fagyasztóba, én pogácsát ettem joghúrttal és egy ilyen kis darab főtt tojással, mert már nagyon untam a húsvéti sonkát, ez pedig borsóleves, ezt anyósom küldte, mert a páromék ugye elmentek arra hozzájuk, és küldött így másnapra ebédet, úgyhogy nem kellett főzni, illetve töltött káposztát csinált, ez is ilyen szabolcsi paradicsomos, új káposztába volt töltve, és egy kicsit szét is főtt, ez pedig az esti pizza party, mert most kedvem volt megint pizzát sütni, és ez most nagy titka lisztből készült, sima, szalámis pizza mindegyik, illetve kolbászos, valamelyiken volt paradicsomkarika, és valamelyiken nem, úgyhogy ennyi lett volna mára ez a kis rész, remélem tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Remélem találtatok benne valamilyen ebédötletet, vagy reggeli vacsoraötletet, ami hasznos volt, és kívánok mindenkinek még pihentető napokat erre a húsvéti szünetre. Pihenjetek, kiránduljatok, és élvezétek ki a jó időt. Sziasztok!